A koronavírus járvány alatti különleges jogrend miatt a polgármesterek gyakorolták egy személyben a képviselőtestületek valamennyi hatáskörét. Ez június 15-e után megváltozott. 2021 első tervezett testületi ülését tartották meg Bonyhádon. A polgármester asszony kiemelte, bár a pandémia miatt kivételes döntési jogokat kapott, minden esetben kikérte a testületi tagok véleményét is. Attól, hogy még ez a különleges jogrend fennállt, és én egy személyben gyakorolhattam valamennyi jogot, természetesen ezzel nem éltem vissza, hiszen valamennyi döntésben, mielőtt meghoztam, kikértem a képviselőtársaim véleményét, valamennyi bizottsági tag véleményét, javaslatokat kértem tőlük, a kérdéseiket feltehették minden döntést igénylő kérdésben. Ezek rendszerint meg is történtek, 535 alkalommal, ennyi határozat született január 1-től egészen június 15-éig. Szeretném megköszönni minden képviselőtársamnak, aki vette a fáradtságot és az előterjesztéseket ugyanúgy elolvasta ebben az elmúlt időszakban, minthogyha rendes ülésre került volna sor, és feltették azokat a kérdéseket, javaslatokat fogalmaztak meg, arra vonatkozóan, hogy a legjobb döntéseket hozzam meg, bízom ebben, hogy ez sikerült. Bonyhád városának önkormányzata 2015-ben vetette fel először a népszerű piaci terület megújításának lehetőségét. A főbb napirendi pontok között ezt a tervet is újra elővették, hiszen a városvezetés az elmúlt időszakban megrendelte a lakosság által is igényelt modernebb piac építészeti terveit. A mai ülésen az egyik legfontosabb napirendi pont az a tervezett városi piac felújításának a tervezésének a bemutatása volt, hiszen már 2015-ben megfogalmazta azt Bonyhád város önkormányzata, hogy szeretnénk egy új rendezett városi piacot. Az akkori pénzügyi források nem tették lehetővé, hogy ezt megvalósítsuk. Ugye egy toppos uniós forrású pályázatot nyújtottunk be, amit elnyertünk, csak egy csökkentett támogatási összeggel. A 600 millióra benyújtott igényünkből 475 millió forintot támogattak, és abból a rendezvénytér valósult meg. Már akkor elkezdődtek a tervezések, de ezzel meg is állt, hiszen nem volt már rá meg a forrás, és azt a fonalat vettük föl most újra az újabb uniós ciklus küszöbén, hiszen már benne is vagyunk, csak még maga a pályázat lehetőségek nem jelentek meg, de mi már igyekszünk ugyanúgy előre tervezni és dolgozni, mint az elmúlt ciklusban. És ennek az a lényege és az értelme, hogy mire megjelennek ezek a pályázati felhívások, mi már olyan felkészülten kéztervekkel, engedélytervekkel várjuk azokat, hogy amikor a támogatói okiratok, bízunk benne, hogy nagyon sok lesz belőle, nagyon magas forrásigényekkel, akkor megkezdődhessen a kivitelezés és a munka, és ne akkor kezdjünk el beszerezni tervezőket, és azon gondolkodni, hogy valójában mit is szeretnénk a városban megvalósítani. A piac kérdése az a kérdés Bonyhádon, amit úgy gondolok, hogy a lakosság teljes széles rétegét lefedve, a város vezetésével együtt egyformán gondolkodunk, hogy szükség van egy megújult városi piacra, ezért ezeket a terveket már a februárban költségvetési rendeletben biztosítottuk ezekhez a tervekhez a forrásokat, és megrendeltük ezeket. A terveket a Másfél Építés stúdió készíti el, akik a testületi ülés alkalmával egy bemutatót is tartottak a képviselőknek, mely alatt válaszoltak a beruházással kapcsolatos kérdésekre is. Ez egy 2016 óta napirenden lévő téma, és mondhatjuk, hogy a városnak a szívügye. Ezzel tényleg komolyan érintjük a helyi közösségnek a mindennapjait, főleg ugye a hétvégéit. Az ezzel kapcsolatos fejlesztések 2016 óta változtak, átalakultak, tehát Forberger utcának a közvetlen környezetét is rendezni fogjuk, sétányossá fogjuk tenni, parkolókat fogunk létrehozni, és alapvető célunk, hogy a piacnak a meglévő rendszerét egy kulturált környezetét tudjuk változtatni, ahol nem organikusan fejlődnek és szerveződnek az egyes egységek, hanem lesznek sétálótok az egész területen, lesznek elkülönített parkoló területek, ahol meg tudnak állni akár kis tárolótokkal az emberek, az árusító, és lesznek különböző árusító helyek, ahol tudnak szerveződni ezek a pontok, és lesznek állandóan fixen telepített pavilonok, amik akár sürdögető helyeknek egy rendezett kultúrát, egységes formátumot tudnak adni. Filóné Ferenc Ibolya elmondta, az árusoknak, illetve a vásárlóknak sem kell félniük, hogy piac nélkül maradnak a településen. A beruházás ideje alatt ugyan más módon, de biztosítani fogják az árusítás feltételeit. Ha megnyerjük ezt a pályázatot, és rendelkezésünkre áll majd az a forrás, amiből meg lehet építeni és fel lehet újítani a meglévő helyen a városi piacot, akkor abban az időszakban, amikor ez a felújítás zajlik, akkor már nem is olyan körülmények között, de mégis átmenetileg biztosítani tudjuk majd az árusítást. Biztos, hogy ez majd nem lesz olyan, mint a megszokott rendben, hiszen olyan területet találni, és akkor a befogadó képességű, jól megközelíthető parkolási lehetőségekkel is biztosított területet kell találni, de meg fogjuk oldani ezt a feladatot is.
Amint rendelkezésre állnak a beruházáshoz szükséges források, úgy a kivitelező elkezdheti a munkát a Bonyhádi piac területén.